Látunk, mi a bányászok úgy építjük a bányát, hogy a főutcára mindig merőlegesen egyszer építünk két alagutat. 50-100 méter egymástól, emeljük egy kilométert mondjuk, ott összezárjuk, és körbezárunk egy szélmezőt. És mindig hazafele fejtünk. Ez a biztonság miatt van, tehát körbezártuk a szélmezőt, részben tudjuk beállítani, visszaleníteni. Másik pedig, hogy így tudunk szellőztetni. Ugye a bányában sok levegő kell a munkavégzéshez, és nincs ablak. A bányát úgy szellőztetjük, minden bányának van két bejárata. Egyik a behúzó akna, ahogy bejöttünk, ott behozzuk a tiszta levegőt, és a főutcán elosszuk ilyen légvágatra, egyik a légvágat, amit építünk párhuzamos, másik a szállítóvágat. Légvágaton behozzuk a primér levegőt, bevisszük a frontra. Itt dolgozik a csapat, itt már 15-18 ember van, attól függ, milyen hosszú a fronthomlok. Itt elhasználjuk a levegőt, és az elhasznált levegőt a másik lukon kihúzzuk a bányából. Tehát egy nagy cúgot csinálunk. És ez több ezer köbméter óránként. Most ugye a bányában biztos hallották önök, csúnya gázok vannak. Van a metángáz, az mindjárt fölrobban. 4-17% levegőkeveréke azonnal robban. A másik alattomos gáz a szénmonoxid, a CO. 5000% halálos. Ha a bányát belélegzi, álmos lesz, és akkor elalszik. Biztos újságból szoktuk olvasni télen, hogy valahogy egy gázkazánt rosszul kötnek be, és a család elalszik. Tehát a monoxid a bűnös. És akkor nekünk bányászoknak 30%-kal több levegőt kell bevinni, hogy fölégítsük, ne legyen mérgezés, ne legyen robbanás. És ezt behozunk ide a frontra. Itt már most látjuk, így néz ki egy nyitott szénhomlok. Ez lehet 50-100 méter hosszú is. Ez már részben mesterséges. Az eredeti szénfalok sajnos beomlott. Pedig oxigén hatására a szénfal oxidálódik, és mert nincs fejtés, bedől. És azért csináltuk meg, nem, hogy a kedves vendégre bedőljön, hát az kellemetlen lenne. Itt már acéltámok tartják, ilyen sordásos támok a plafon, arról van egy vasútvonal a szénfal előtt, és ezen megy egy nagy fejtőgép, úgy mondjuk, hogy maróhenger, majd meg fogjuk nézni, nagy kereke van, jön végig a szénfal előtt, és mindig levág egy síkot. Akkor ideért a gép, akkor megállítjuk és visszafordítjuk, de visszafele megfordítjuk a forgás irányt. És akkor visszafele ez a gép fölrakja a vasútra a szelet. Tehát úgy mondja a bányász, hogy a gép előre harántol, szeletel, visszafele meg takarít. És akkor előre kell vinni. Ahogy mondtam, ez lehet 50-60 mázsa. Ez úgy lehet előre vinni, hogy van ilyen szántalpa, csúszik egy kicsit, hogy kell ilyen előtoló hidraulika, spicer, egy kicsi kis szalonna gőzjár. Ugye akkor előre vittük ezt a vasutat, kezdhetjük a fejtést. De mi bányászok a folyosót is visszük magunkkal. A hátsó oszlopsort omlasszuk egyenként, tehát egyenként leomlasszuk, és előre visszük. Utolsó pár előre fos. És így szépen megy a fejtés folyamatosan, 1-2-10 méter. Csak mögötte nem marad csak egy nagy üres terem. Kiszedtük a szenet, kiszedtük a biztosítást, és ez szakadozik be. Tessék ilyen holdbéli tájra gondolni, kisebb-nagyobb darabok. De olyan is előfordul, hogy a plafon nagyon kemény, nem szakad be. Ha elmentünk 15 métert, hogy mi a bányászok meglőjük a plafon. Ilyen provokatív robbantással, hogy nehogy egyszerre szakadjon be. Nagyon fontos. És azért kell a bányában mindig három műszakban folyamatosan dolgozni, három csapatnak. Tehát mindig a fejtésnek haladni kell, jön a nyomás a csapat után. És ha a csapat leáll, akkor baleset van. Tehát nagyon kemény dolog ez. Csak itt tessék el kéne dolgozni. És a bányában mindig olyan magas a munkahely, folyosó, amilyen vastag a széntelep. Ha egy méter, akkor annyit fekve dolgozik a bányász, vagy hason fekve dolgozik a bányász, egyötzenbe guggolva, két méterbe állva. Most itt végigmegyünk, itt is egy kicsit összement a vágat. Tehát fejre tessék vigyázni. Lassan megyünk, óvatosan. Esetleg menjen erő, vagy így jó összközbe is? Egy pillanatban, igen? Ilyen meredek aknában lóföld. Itt nem a lovak, azok mindig a szintesebb vágatokon mentek. Itt már ott kötöttem ki. Itt a légvágat a nevőt a lósos, neki bevittük a másolat lehet. Szerintem van sír, ott oda egy végig bemegyünk a lóhoz. Tehát a lóhoz végig ott szintes volt a vágat. Egész végig megyünk majd ott, a végén meg kell állni, ott megvárva kicsit. Érzem, papa! Hétrét görnyedve. De nem nagyon.
elég, nem úgy dolgozok. Hát azt mondom. Itt jobb oldalakban látjuk ezt a nagy gépet, tessék benézni, hogy a végén visszanézni, akkor meg lehet látni ezt a nagy gépet, ez a maróhenger. Ezt fejtél, szeretném, hogy ugyan beindítjuk. Tehát tessék nézni ezt a nagy gépet, mindjárt indítjuk, oda tessék nézni, és az fejti a szenet. Ez a maróhenger. Most nem engedem a színbe, mert akkor szelesek leszünk. De van, ez nem koszos, csak szeles. És ez a gép egy végig is így lefejti a szelet, visszafelé pedig rárakja a vasútra. És ez a vasút itt hozza tovább, és itt egy másik szalagon viszünk tovább, és akkor gumiszalagra Chilére ürítünk. És ez a szállítóvágat. Feltételezem, ennek nem örültek a bányászok. De, szeretnék. Mert ez munkahelyeket szüntetett meg. Hát én részben igen, de... Nem volt gond vele, mert akkor még volt helye. Nem volt szempont. Csak könnyítettem már a bányász munkáját. Tehát nem volt szempont. Nem, igen. Csak itt a frontszelés nehéz, ugye, meg ezt a gépsort előre vinni. Ezt el sem tudom képzelni. Most ugye ez volt a támos biztosítás, frontbiztosítás. Mögöttünk már van az önjáró frontbiztosítás. Megnézzük, itt van két ilyen pajzst. Ez ilyen 5 méteres acéltető. És ilyen négy hidrotus oszlopkal, ez egy egység, mert a másik egység. És akkor egy frontbiztosítást már úgy csináltuk, hogy 50 ilyen egységet sorba raktunk, nagyon biztonságos acéltető keletkezett, előtte elemekből építettük a vasútat. Ment végig a maróhenger, itt már nem kézzel vittük előre a gépsort, mint itt, hanem itt a Pista bácsi, ugye fekvő hidraulikával előretolja a vasútat, mindig egy métert, amit levágtunk. Utána süllyedte a tetőt egy 20 centire, és akkor ez a pajzs előre megy, mint a csiga vissza a házán. Akkor visszafeszi, elmegy a hármas egységre. Tessék, vigyázni. Nem ott van, ott van a... És ugye most egy gépvel visszük első, a Pista bácsi egy bányász, hát abban 4 egységet kezel. És akkor amikor úgy van, hogy egyeset viszi, akkor 3-as, 2-es, 4-es. Barátunk a 2-es bányász, 5-7-6-8. János a 3-as bányász, 9-10-12. Szerintem így hullamosan mennek előre, 70-től használtunk ilyen pajzsokat, nem volt halálos baleset. Ugye, mert ezt nem lehet összenyomni. És megvédi a bányát, a van annyi hely, csak itt a frontszele is tart 2 hónapig, hogy ezt a félmázsás, féltonnás egységet bevisszük, sorvaratjuk, és utána már folyik a szél. Arra megyünk tovább egyenesen, teszik oda van egy bányász, Kisztán, hogy ő is van én. Nem kapcsoljuk? Biztos kikapcsoljuk, majd hogy jön vissza. Mondtam már, vigyázz! Én már legalább 6-szor bevettem, hogy megjön egy különben. Bámészkodok. Meglepetés. Mi a szomszédom mondta, hogy majd fog megfigyelni? Kutatok kurásra.